Sziasztok! Sziasztok! Én Flóra! Ez pedig itt egy kastorjuk meg videó. Hát, igen. Én is most van először a csatornám. Ugyanis. Nem nagyon értékelem az ilyen videókat, mert hát annyira... Hát engem annyira eddig nem érdekelt, hogy szóval egy ember azt teszik. Viszont azokat a videókat nagyon szeretem, amiben ilyen különleges dolgokat kóstolnak meg, amiket nem Magyarországon lehet beszerezni. Vagy olyan különleges dolgokat, amit egy hangulathoz kapcsolnak, stb. De az olyanokat, amiben csak egy ilyen random, például random dolgot kóstolnak meg, azok úgy hidegen hagynak. Ezért is gondoltam, hogy én egy nem ilyen videót fogok elhozni nektek, hanem egy olyat, amiben nem magyar dolgokat fogok megkóstolni. Szóval, igen. Az első dolgot azt nem boltban lehet megszerezni, hanem gondolom csinálni lehet, hogy fogalmam sincs. Az viszont ez a nem tudom mi. Erről sokat tudok, tényleg. Szóval ez ilyen karikák, ami anyukám szerint olyan, mint a Rocky. De én, ahogy így elnéztem ezeket a... Csak köményem. Ahogy elnéztem ezeket a karikákat, ebben pont olyan a fűszer, mint tudjátok, lehet, hogy tudjátok, hogy Csiónak van ilyen kis Robi kombója, miben van Robi, ilyen répás. Szóval ilyen paprikás videó, meg ilyen halacskák, ilyen kis halacska kekszek. Na és ez szerintem olyan csak karikában, mint a halacska kekszek ezzel a fűszerrel. De ezt most kóstoljuk meg. Ez tényleg kemény. Bocsánat, elállítottam a videót, csak nem akartam teljesen beszélni nyilván. De ez tényleg olyan, mint azok a halacskák is. Nagyon-nagyon finom. Szóval ezt mindjárt megeszem, utána pedig folytatom a videót. Szóval a következő dolgok. Meg fogunk kóstolni ezek ilyen kuzék. Ja, és ez mind orosz, amiket megkóstolunk ebben a videóban. Ezek közül ilyet ettem már, ez ilyen ostyás. Ilyen us. Uretyka vagy aretyka. Mindegy. Szóval ilyet ettem már. És talán még ilyet is, de ilyet tudja, hogy nem. Szóval ez mindegyik ilyen kis csokis pigyó. És mondom, miért tettem, ez ilyen ostyás. Mondom, ez is ilyen ostyás, még ez is. Az erről megfogom, hogy sincs. Szóval... Kezdjük ezzel, mert ebből kettő van. Megpróbáltam a lehető legszebben kimondani. Jó, hogy megmaradjon ez a kis asszonyka. És hát igen, ez is olyan, mint egy nápolyi, és most harapjunk be. Igen, ez ilyen ostyás, és nagyon finom. Ez ilyen orosz cuccokat, nagyon szeretem. Ez írtó finom. Nagyon írtó finom. De most nem eszem. Ezt meg teljesen. Igen, csak egyet megtem, nem pedig az összeset, szóval most kóstoljuk meg ezt. Ugye ki ezt már ettem, de nem baj. Megpróbálom nektek levideózni a tökéletes kibontását, ami nem lesz tökéletes. Mert egy kézzel csinálom. És nem csak azért, hanem mert tudatlan vagyok, és nem akarom, hogy uncsi legyen a videó. Szóval inkább kibontom. Videón kívül, de mert hogy úgy videón kívül, hogy közben nem videózom minél, de most már majdnem sikerült. Oké, sikerült. Ez is ilyen kinézetre. Teljesen ugyanolyanok. És kóstoljuk meg ezt is. Hát ez ilyen kávé, és nem is tudom. Nagyon finom amúgy. Tudom, hogy tök ugyanolyan ízik lesz. De sokkal édesebb, ez pedig sokkal keményebb, de nagyon finom. És mondom, ez szerintem kávé is.
Most jöjjön az, ami miatt mindenki izgul, az ez. Érdekes, érdekes, ez a látványfogadó. Ez a kakaós látvány, és is ragadt az ujjamra. Szóval ez a kakaós látványfogadó, tehát arra vele. Eddig én most csak a legtetejét haraptam le, kakaóval fedett, de célú csak ide, hát haraptunk vele jobban. Hogy elnézem, színleg olyan, hogy ilyen kemény, csoki, egyszerű csoki kakaóval fedve. De nagyon finom. Úgyhogy jó, végén megehetem az összeset, amúgy nem. De mindenkinek mondom, hogy ez mind nagyon egészségtelen, még akkor is, hogyha finom. Szóval, áó! Bocsánat, csak így rádolt a kezemre egy hegyes szög, sorry. De mindegyik egészségtelen, kivéve ezt, mert ez annyira nem hinném, hogy egészségtelen. Szóval egyetek inkább magyar gyártású, amúgy nem magyar gyártású, csak magot, amúgy nem kell. De ez tényleg egészségesebb. De ez viszont csoki. Csoki. Szóval igen, de ennyi lesz volna az videó, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot és iratkozz fel! Találkozunk legközelebb, addig is! Sziasztok! Cső, mindegyik finom volt!